Hello, Pap Gergő vagyok, és ezúttal a hosszú élet lehetséges okait kutatom. Bizonyára tudjátok már, hogy létezik a világon 5 hely, ahol valamiért átlagon felül hosszú ideig élnek az emberek. A legutóbb Danielével töltöttünk egy napot, ő Szardíniáról származik. Ezúttal azonban a görögországi Ikária szigetére látogatunk egy picit összegyűjteni, hogy ott mi lehet annak az oka, hogy olyan hosszú ideig élnek az emberek. Kalliope háza előtt állok, őt látogatom meg, vele töltök egy napot, és igyekszem megtudni a leghuncutabb furcsaságokat, mi lehet a hosszú élet titka. Gyerünk! Kalliopera? Jumera, nagyon jó! Kalliope, veled kapcsolatban ugye azt lehet tudni, hogy te Magyarországon születtél, édesapád, édesanyád is görög, igen. De te itt nőttél fel. Én rendes budapesti görög vagyok. Rendes budapesti görög vagy. A mediterrán kertnek az a jellemzője, hogy mindenek illata hogy, van. Hogy, de gyorsan beszélsz, a mediterrán kertnek az a jellemzője, igen. Hogy isteni illata van minden növénynek. Itt az olajfám. Ja, itt a picike. És majd nem sokára leszedjük és bepácoljuk, mert akármennyi gyümölcsöt oda, azt meg kell becsülni. Teszel egész nap a kis kertedben. A testmozgás az nagyon fontos. Az fontos, de nem jó, kell túlzásba vinni, ugye? Nem kell túlzásba vinni, de a testmozgás az fontos, a kertben meg mindig van mit csinálni. A padlizsán az eleve egy ilyen nagyon görög dolog, tehát aha. Nekünk az nagyon fontos, meg a cukkini is. Imádom a tempódot egyébként, meg ezt a kis temperamentumot. Hát, görög. De ez a te konditermed, mint ahogy Ikárián is a helyieknek, ez a fitness. Igen. Jönni menni kell, kapás, akkor hajolgatsz, ha leszedsz valamit, akkor cipekedsz. És ahhoz, hogy jó legyen az ember, az jó, ha olyan van, amiben nincsen kemikália. Ilyen egyszerű. Jön a hegyi teánk. Az élettani hatására tudunk valamit esetleg. Hogy nagyon jó. Hogy nagyon jó. Hogy nagyon ennyi. Jó. A görögök azt mondják, hogy mindenre jó. Ezt érdemes ellesni szerintem, nem így? Általában az életben meg kell tanulni hátradőlni. Tehát a görögök így nagyon tudnak lazulni. Akár tánccal, akár azzal, hogy barátok kimennek együtt este enni, és akkor nem csak a barátok vannak ott, hanem a nagymama, a csecsemő, tehát komplett családok. Ezek összeülnek esténként. Lehet, hogy egyedül élnek, de soha nem esznek egyedül. Nem görcsölnek rá. Meg az időre sem. Tehát egészen más az időfogalom. Csak egyszerűen senki nem idegeskedik, ha valaki késve jön. Majd felkelnek, amikor felkelnek. De miért, nincs dolguk azért? Hát dolgoznak ők. Ők azt mondják, hogy ezek a földi javak nem annyira fontosak. Aha. És ez nagyon sokat számít. Simán el tudnék itt időzni nálad, csak úgy, hogy semmit tevéssel. Hát ez igen, ez jó. Ez saját kertből van? Ez saját kertből van. Itt van a sokkal. Nem voltunk hangosak? Dolgoztam a kertbe, és aztán lefeküdtem egy picit. Olívaolaj. Olívaolaj. Bio extra szűz hidegen sajtolt krétai. Ott a stílus. Ez egy füstölt balzsamecet Kalamatából, tehát Dél-Görögországból. Nagyon sok salátát eszünk, nagyon sok zöldségételt eszünk. A húsokból Görögországban nagyon sok halat. És a húsokat, azokat meg roston sütik. Bárány. Bárányt, kecskét, sertést is esznek, marhát is, de roston sütik. Szezonális növényeket esznek. Tehát nem fogja megvenni a Hollandiából behozott import paradicsomot télen. Nem eszek konzerveket, nem eszek felvágót. Tehát valamikor tornáztam 5-ször hetente, de most lemegyek is. Az bőven tornázok. Anya az első, aki felállt táncolni. És utolsó. Aki leül. Ez nagyon jó. Majd pár figurát ellesnék. És erre tényleg mi hiányzik a legjobban egyébként így otthonról? Otthonról? A nap. A tenger, a hangulat, a tánc, az ének, a mosoly. A mosoly. Nincs ennél jobb dolog, hogyha az ember mosolyog, és nem morcos. Fel kell reggel elmenni dolgozni, süt a nap, nevet. Köszönnek, Kalimera, és nevet. Meg szabad kérdezni, hogy mennyi idős? 84 hosszú életűek voltak a felmenőim. Ez az egyik, a másik a kert. A kert nagyon sok. Ez a titok, a kert. Yamas, maradjunk annyi majd. Yamas, nagyon jó. Yamas. Picit ledőlöm. Famiglia Giro, che mi danno sospetti sui fatti. Igen, odafönn a kertben jó ízűen bobiskoltam, volt egy kis sziesztosz. Lányok kitalálták, hogy lehoznak a közösségbe, mert úgy zajlik ám igazán a görög életmód, hogyha társaságban vagyunk, ott eszünk, iszunk, barátkozunk, nem ám csak úgy egyedül, úgyhogy megtudjuk, hogy milyen az igazi görögös, jóféle hangulat. Ez
Az ókori ember soha nem tudhatta, hogy ki az, aki megjelenik az ajtajánál, hogy az egy isten vagy egy ember. Mert az istenek is felvették az emberek formáját. Mindenki, aki biztos, arra biztos, jár, biztos, ami biztos. Kedvesnek lenni. Kedvesnek kell lenni, megetetni. A vendég az egy fontos ember, akit jól kell tartani. Meg az nagyon gyakran előfordul, hogyha az ember kicsi faluba megy Görögországban, és éppen valami esemény van, tehát esküvő valami, akkor simán meghívják. Örüljön velünk. Ha mindig az öröm az sokat segít. A tánc az egy kifejező eszköz. Le is tudja vezetni a bánatát, szóval a tánc az maga az élet, hát az Orbász is ezt mondja, ugye? Hölgyeim! Szabad! 1, 2, 3, 4 Ja, hogy 1, 2, fel, vissza, fel. 1, 2, 3 Oda le! Hoppá, hey. Hát jó pár tanulsággal lettem azért, azt mondom, hogy gazdagabb. A tekintetben, hogy hogyan lehet hosszabban élni. Nagyon tetszett például a fűszer növény fitness, tetszett aztán a siesta természetesen. Nagyon tetszett, hogy az édesanyjával bánt Kali, és hogy az öregek tisztelete, az idősebbek tisztelete, leülni másokhoz. Van még három, ugye, három helyünk még a nagyvilágból, ahol szintén nagyon sokáig élnek az emberek. Megtudjuk, hogy mi a titok, megígérem. Hogyha én most búcsúzom, akit érdekel, persze, hogy csak jó étvágyat, de lókanimére. De tartsatok velük legközelebb is, mert folytatjuk a kutakodást. Thank you.